A pécsi püspökség az évszázadok során két levéltárat létesített. Az egyik a káptalan, azaz az egyházigazgatási testület archívuma, a másik a püspöki levéltár. Az utóbbinak csaknem két évszázadon át a püspöki palota 15. századi vártornya adott otthont. A 18. század második felében Klímo György püspök kulturális célokra átalakította a teljes tornyot. Három emeletet alakított ki benne. A harmadik emeleten egy csillagvizsgálót rendezett be, az első két emelet pedig az általa alapított könyvtárhoz tartozott. Miután ez a könyvtár az 1830-as években elkerült innen, utána Szitovszky János pécsi püspök a püspöki levéltárat, mely korábban a püspöki palota nagyszalonjában volt, áthozatta ebbe a toronyba, és onnantól kezdve ez püspöki levéltárként funkcionált. Az archívumban a püspöki hivatal temérdek iratanyaga mellett elhunyt püspökök és papok hagyatékai, sőt évszázadokkal ezelőtt vezetett anyakönyvek is megtalálhatók. A dokumentumokat az épületfelújítás előtt áthelyezték a káptalani levéltár épületébe. Vissza már csak egy részük kerül. Mielőtt a szekrények és polcok ismét megtelnének az értékes dokumentumokkal, Udvardi György pécsi megyés püspök megáldotta az épületet. A főpásztor a szertartáson így fogalmazott: a levéltár méltó megőrzésével elődeink gondoskodását folytatjuk. A levéltári anyagok az akkori hívő embernek, plébániát vezető plébánosnak, munkatársainak az üdvösség teremtő munkájáról számolnak be. A nevek, esetleg egy-egy anyakönyvi könyvben, nem pusztán történelmi adatok, hanem személyek, akik élték a maguk hitbéli küzdelmét, örömeit. És ugyanakkor jó arra is tekinteni, hogy ez a múlt számunkra gyökeret jelenti. A pécsi egyházmegyei levéltár anyagát tudományos kutatásához bárki használhatja. Az archívum egy része pedig hamarosan már online is elérhető lesz. Az 1895 előtti plébániai anyakönyveket ugyanis digitalizálják. A terv az, hogy ennek segítségével akár már jövő nyáron bárki bármikor felkutathassa őseit, kibővíthesse családfáját.